Dicsértessék a Jézus Krisztus! Menj el, Atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amelyen megajándékoztál. ébret lelkem legyen egészen a tied. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint aki te küldtél hozzám ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a Krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Ott, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Ott, hogy sohasem veszítsem el örülalmamat és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Ad meg, hogy mindig megnyerő módon legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül pedig add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezesse közelebb Szentfiathoz a szűzonya által. Amen. Szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit az Öröm Örömhíreink műsorában. Előző adásunkor is evel a szép reggeli imádsággal kezdtük a napunkat. <kül> 23. János pápa reggeli imája. Nem győzöm elégszer megcsodálni az ő leleményességét, hiszen azt kérít korán reggel a nap indulásakor, a napunk elején sok minden nagyon szép fohász mellett, ami nekem olyan nagyon közel van a szívemhez, hogy add meg, hogy mindig megnyerő modulú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. <kül> a humor, a könnyek közfaló nevetés nem egy, egy könnyed jópofáskodás, röhögcsélés, vihorászás, hanem valami olyan, amit amit az él meg, akinek a lelke legmélyén az Isten szeretete él. <kül> Akik most már talán rendszeres hallgatói követői ennek a műsornak, az örömhíreinknek, azok ö, tudják, hogy azért is kezdtük el ezt a műsort, mert a legelején elárultam, hogy bizony kicsit zavarba vagyok néha a Szent Misén, Ma reggel is itt nyolckor az élő adásban közvetített Szent Misén Károly bennünket a felajánláskor, hogy az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, és akkor picit úgy megtorpantam, hogy most már mondhatom, e merem -e mondani azt, hogy fölemeltük az Úrhoz. Igen, ez a múlt idő az, ami kicsit kétséges benne. Tehát, ha úgy mondhatnánk a liturgiában, hogy szeretnénk fölemelni, vagy úgy örülnék, ha fel tudnám emelni a szívemet az Úrhoz. Nagyon, nagyon törekszem rá, megpróbálom fölemelni, de annyi minden van, ami lecibál, visszacibál ide az agyagos földre. <kül> Már ennek a műsornak központi szándéka kezdettől kezdve, hogy fölemeljük a szívünket. Szeretném a magam szívét is, a kedves nézők színét, szívét is fölemelni mert a lógó, úrú ember nehezen tud tanúságot tenni Isten örömhíréről. A mi vidámságunk és derünk szükséges ahhoz, hogy hiteles legyen a tanúságtételünk Isten öröméről, Isten örömhíréről, az evangéliumról. <kül> 23. János is, amikor imádkozott a humorért, valószínűleg erre a keresztény derőre, erre a keresztény örömre gondolt elsősorban. Valamelyik adásban már idéztem Báró Profita könyvéből azt a nagyon szép szentírási mondatot, amely így hozik, hogy a csillagok vidáman, örömmel ragyognak a helyükön, vidáman csillognak alkotójuk előtt. Ha egy csillag a maga egyszerűségével, mondanánk így, hogy élettelen, tárgyi mi voltával, vissza tudja tükrözni az őt teremtő Isten szépségét, derüjét, boldogságát, mennyivel inkább, mennyivel inkább kellene nekem, nekünk tudatosan törekedni arra, hogy Isten örömét tükrözhessük. A teremtés himnusza az örvendező, a széles jókedvében alkotó Isten dicsőítéséről szól, és ott úgy hangzik el, hogy az embert Isten a maga, hasonlatosságára teremtette. A boldog Isten hasonmásával, képenmásával, savanyú ábrázattal nem lehet lenni. Szofoniás profita szavait is visszaidézném, már ez is szerepelt ebben az adásban, de az ismétlés a tudás anyja, nem baj, ha a szívünkbe rögzül. Adventi időben elhangzik ez a jövendőlés, hiszen a nagy történelmi advent idején mondja ezt Szofoniás próféta a választott népnek, előre vetítve a megváltó a messiás érkezését. Így mondja, veled van az Úr, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, já szeretetével, örül majd neked újongó új örömmel. Egyértelműen a próféta az Isten öröméről beszél, az örvendező, újongó új Istenről. Ugye úgy gondolnák, hogy az öröm az valami nagyon emberi dolog, és kiderül, hogy egyáltalán nem így van. A legistenibb vonások egyike rajtunk, az Isten arcához való hasonlóságunknak egyik legfontosabb vonása az öröm. Ez a mély, benső, tiszta öröm, amit ebben az imádságban 23. János is kért önmaga is mindannyiunk számára. Eddigi műsoraink során mindig volt kedves beszélgető társam. Ugye az első műsorban dr. Lukács László Pérőste atyával beszélgettünk, akkor el is mondtuk, hogy azért, mert 1984-ben, mikor ő átvette a Vigilia főszerkesztői posztját, akkor abban az esztendőben a decemberi számnak egyik körkérdéseip erről szólt, az örömről, és a megkérdezetek erre válaszoltak. És a következő alkalommal is volt vendégünk, szintén ebben az első 1984-es örömről szóló vigília számban jelent meg első egyvonalos grafikáival Simon András, ővele beszélgettünk. Mai napra is vendéget hívtunk és vártunk, de most kicsit egyhajó módon Virtuálisan fog közöttünk ülni a vendég ebben a székben, aki esetleg két hetente szokta nézni az, az ugyanebben az időben adásra kerülő, de a másik kedden oda kerülő apostol műsortot megszokhatta, hogy mindig vannak ilyen virtuális beszélgető partnereim. Hát most kivételsen itt is így lesz. Tudnék, abban a Vigilia újságban, amelyik 1984-ben ezt a körkérdést föltette az olvasóinak, illetve hát több akkor ismert neves személyiségnek. Többek között szép hosszú írással szerepel Kerekes Károly, ciszterci atya, aki nem is egyszerűen csak erre a vigília körkérdésre adott tömörebb kis válaszával, hanem mondhatjuk így egy, egy értekezéssel, vagy mai megfogalmazásban eszével, tanulmányjal, jelentkezett ebben a vigília számban, és az volt a cím ennek a tanulmánynak, hogy az öröm teológiája bibliás szemmel. Hadd mutassam hát be a mai vendégünket, Kerekes Károly atyát, aki ciszterci szerzetesként, lelki pásztorként, sokáig teológiai tanárként és a rend vezetőjeként élte az életét, 1918-ban született kis táján, ma úgy hívják, hogy Andornak tája, és 1996-ig, 87-től 96-ig volt a rendnek a vezetője, a ciszterci rendnek, és Budapesten 2009-ben hunyt el. <kül> Hát már az is nagyon megígézett engem, amikor az ő írását a vigiliában olvastam. Ráadásul egy kicsikét többet is tudok az ő életől, mert hiszen úgy hozta a gondviselés, hogy az előző életszakaszomban többször is találkoztunk, közös munkáink is voltak, szívesen mondanám így, hogy atya jó barátság fűzött hozzá, talán egy kicsit nagyképpen hangzik ez így. Láttam én az ő félreállított élethelyzetét, amikor nem működhetett hivatalosan. Volt idő, amikor az 50-es években <coughs> ugye civil tanárként általánoskába dolgozott, aztán később Panohalmára került 57 tájékán, könyvelésnek a vezetője volt az ottani szociális otthonban, majd később visszakerült távol vidéki plebániákra Káplánnak, és euh, 1976-ban történt egy lényeges változás az ő életében, pedig az, hogy akkor, mikor még Magyarországon hivatalosan az akkori kormányzat nem engedte a szerzetes rendeket működni, akkor Kerekes Károly atyát Róma avval bízta meg, hogy legyen a Ciszterci rend magyarországi adminisztrátora. Ez egészen így volt 1987-ig, amikor Zirci prézes apáttá nevezték ki. Az akkori államvezetés nem engedte meg, még 87-ben, hogy Zircen legyen az apát szentelése, hanem ez külföldön történt meg. Aztán ugye a 89-es fordulat után vissza került a, a, mondjuk így a rendes apáti székébe, Zircre, és hát hol Zircre Budapesten tevékenykedve 96-ig vezette a rendet. Hát egy komoly biblikus műveltség ember, aki nagyon-nagyon szereti a Bibliát. Azt a már rádióban volt vele egy nagyon szép beszélgetés a Biblia szeretetéről, és ami engem megígézett azon kívül, hogy az arcán mindig ott tündökölt egy mosoly, azt mondja valaki, hallottam ezt a mondást, hogy az ember 50 éves kor után felelős az arcvonásaért, hogy, hogy addig élt, és hogy addig szokott -e nézni azok, hogy barázdákat vonnak az ember arcára, Hát Kerekes Károly atyának az arcán itt mindig a mosoly barázdái jelentek meg, szinte hogy belevésődtek, hogyha komolyan ült, akkor is azt szája sorakán mindig volt egy kis mosoly. Aztán még valamit róla elárulhatok, hogy van itt két könyv a kezemben, hát ezek nem teológiai évkönyvek, még csak talán nem is biblikus szakkönyvek, az egyik 1976-ban jelent meg, kicsit kopott, koszos formában. Talán a régebbiek, öregebbek találkoztak ebben az énekes füzettel. daloljunk az úrnak! Ez az énekes füzet dr. Maklár Lelős Pérista atya szerkesztésében készült, és Bécsben adták ki 1976-ban. Ezekben az akkori, ők így írták, hogy a vallásos tárgyú dalok, gyűjteménye. Az akkori így modernebb vallásos énekek gyűjteménye került kiadásra. Ezek között szerepelnek spirituális fordítások, szerepel düválatjának, szőrszúrírnak énekeinek a fordítása. Valahogy megpróbálták azokat a dolgokat, amelyek külföldön már sikert arattak a fiatalok körében, és közelebb hozták a fiatalokhoz a kereszténységet, illetve a fiatalokat a kereszténységhez, átültetni magyar nyelvre. Tehát egy ilyen gitárral játszható, esetleg kórusban énekelhető énekgyűjtemény ez, és meg kell látnunk, hogy ebben az énekgyűjteményben több olyan ének van, amelynek a szövegének a, a fordítója, illetve hát valamilyen módon versbeszedője, kerekes Károly atya, ebben a gyűjteményben több ilyen éneke szerepel, hát csak egyet amit valószínűleg közelmúlban többen is énekeltünk, több még a karácsonyi idők elején is, az ősi jóslat beteljesült, miénk a megváltó, most nem akarok itt dúdolni énekeket, de hát ez a kötet az ő vidámságáról szól, megpróbálta a fiatalok lelkületével az imádságokat imádkozhatóvá, énekelhetővé tenni. A másik, az egy még merészebb gondolat, ennek kifejezetten ő a, a forrása, belül az ő lelkéből fakadt, 1982-ben készült el. <coughs> az a címe, hogy, hogy Népdal Zsoltárok. Merész dolog, hogyha valaki kinyitja, és elkezdi ezeket a dolgokat nézegetni, hát itt most egyet mégiscsak hogy elkezdek dúdolni, akkor esetleg rá is fogunk ismerni. Boldog, aki gonosz útra nem indul, így kezdődik. Már is észreveszünk, hogy itt egy Zsoltár szövegről van szó, és egy magyar népdal dallamról. Igen, az egész kis füzet egy ilyen csodálatos dolgot tesz, hogy a, a Zsoltárokat népdalokkal énekelhetővé teszi miért történik mindez, ha most megkérdezzük Kerekes Károly hogy ugyan már el nekünk, hogy hogy is vetemetette erre a merész ötletre, hogy magyar népdalok dallamára ülteti rá a Zsoltárok imádságos több ezer éves szövegét, akkor ő a bevezetőjében elmondja ezt is, hogy miért teszi. Azt mondja, a bibliai könyvek között nincs még egy, amelyben annyira változatos hangnemben zengene együtt Isten lelke, az evilágon messze túra is vágyódó emberrel, mint a Zsoltárok könyve. Tehát itt együtt zeng az Isten és az ember lelke. Azt mondja, az emberi szív és kedély, az ember öröme és bánata, leborulása és felemelkedése, tehát a Zsoltárokban nyilakozik meg a leghitelesebben. Vajon válhat-e jobban egyé valaki népével és Istenével, mint a Zsoltárok énekével? És akkor elmesélít ebben a bevezetőjében, hogy a legkülönféle élethelyzetekre találunk a zsoltárok könyvében imádságot, és ezeket az imádságokat a zsoltár imádkozó emberek szívesen dúdolgatják. És egy kis indoklás a mű elkészültéhez: a zoltárok zsoltárok is, kis csokra ugyanabból az ikletből született, mint amivel a régi századok embere, magától érthetődő természetessége alkalmazta az egytőről a dallamokat, hol templomi, hol fonóházi szövegekre. Ugye az ember az egységes valami. A magyar lélek mondjuk a, a pentaton dolog világában él, és <kül> ilyen dallamokat énekelt a tábortűz mellett, Ilyen dalamokat énekelt a Sirató énekeiben, ilyen dalamokat használt a Máriás zarándokutok Máriás énekeiben. Hogyha ezt alapul vesszük, akkor teljesen érthetjük, hogy a Károly atyának mi volt a célja, hogy a magyar lélekben ott lévő ősi dalamokat összehozza kapcsolatba hozza a Zsoltárokkal, és nagyon érdekes, úgy válogattak ki ezeket a Zsoltárokat, hogy a mondani valójuk az eredeti népdal szövegre is úgy, úgy, úgy rá interferálnak ráinterferálnak, így mondanám. Ugye erdő, erdő, de magas a teteje, kezdetű magyar népdal, amelyre ezt a Zsoltárt, az egyes számú Zsoltárt fordítását alkalmaz, és azt mondja, boldog, aki gonosz útra nem indul, nem tart bűnnel, hangoskodva nem legfőbb gondja az úr örök törvénye, éjjel-nappal azt forgatja elméje. <kül> Vagy ott a másik ilyen nagyon-nagyon szép találó párhuzam, ugye ismerős a tavaszi szél vizet, áraszt, gyerekek óvodában is énekelik már, és akkor erre a 42. Zsoltárt alkalmaz, hogy ahogy vágyik a gém szarvas a forrás hűs vízére, úgy vágyódik testem, lelkem az ő istenére. <kül> Hogyha ezt énekeli valaki, akkor igen, visszajön persze a népdalnak az eredeti tavaszi szél, áraszt, hangulata és gondolatvilága, de ugyanerről beszél, szomjazza az élő isten, az én lelkem, és mikor láthatom meg őt, hát valami nagyon hasonló hangzik ebben is, és így alkalmazt őket a zsoltárokat sorba. Hát most mindet nem fogom ide idézni, tele vidámsággal <kül> és derűvel elnézést kérek. Hát ezért hívtam meg a mai beszélgetésre, beszélgető társamon Kerekes Károly, Cisztelci Atyát, és hát az ő gondolataival szeretnénk az öröm teológiájában kicsit elmélyülni. Neki is fölteszem azokat a kérdéseket, amiket itt a beszélgető társaimnak felszoktam tenni. Ugye a kezdeti kérdések ezek voltak, hogy milyen örömeim vannak mostanában, <kül> milyen örömeim voltak eddig életem során, az elmúlt évben, <kül> akár korábban is, még régebben, és sikerült ezeket úgy igazán megörvendeznem. Megörvendezni ezt a kifejezést pedig Olofszon Placid atyától kölcsönzöm. Ugye nemrég temettük el a századik évét megért Placid atyát, és nem győzem visszaidézni az ő nagyon fontos tanácsait, ő a nagy túlélő, aki nem csak a kortársait érte túl, úgy egyáltalán nem túlélt üldözést, elhúzoltatást, lágert, sok mindent a gulágon, és ő ott a társával megalkotta a túlélés négy szabályát, és ebben az első kettő, aki nagyon ide most ránk, az első úgy hangzik, hogy, hogy nem szabad dramatizálni a a szenvedésünket, és nem szabad panaszkodni, mert a panaszkodás erőtlenné teszi az embert, elveszi az ember erejét, ehelyett, és ez a második szabály, a mindennapi apok és örömeinket össze kell gyűjteni, és ezeket meg kell örvendezni, tehát hogy jól megörvendezem, átgondolom, hogy mikor öröm volt számomra ma, az a pici dolog, az az egyszerű kis dolog, és annak most annyira örülök, és érte hálát adok az Úristennek. Tehát a mindennapi életünk örömei, azok, amelyek itt most elő fognak kerülni. Ebben az adásban is, úgy, mint a korábbi műsorokban is. De ennek kicsit a hátterét keressük most meg, miből is fakadhat, mire is támaszkodhat, miből építkezhet az ember a maga mindennapi örömének a fölfedezéséből. Úgy ilyen kérdéseket szoktam itt föltenni a beszélgető társaimnak, hogy ha az örömről úgy általában beszélgetünk, hogy az öröm hogyan szerezhető meg, miből fakad, mik a forrásai az örömnek. Lehet-e az örömöt úgy, úgy magunknak, így mondom, kicsinálni, vagy csak megtalálni, elfogadni. Az öröm az, az egy cél, hogy mindenképpen arra hajtok, hogy örüljek, vagy az egy gyümölcs, valaminek a gyümölcse az életünkben, bennünk. Aztán, ha már rácsodálkoztunk a saját másik kérdés, hogy, és ezt is megkérdezzük majd Kerekes tehát hogy hogyan őrizhető meg ez az öröm a lelkünkben? Mi segít abban, hogy az öröm az friss maradjon bennünk? A, az örömünk megőrzéséért mennyire vagyunk mi magunk is felelősek? Meg aztán a másik kérdés, hogy egyetlen elveszíthető az öröm, ha már egyszer megtaláltuk, ha rátaláltunk, rábukkantunk, betöltött bennünket az Isten öröme. Mi ronthatja el? Szenvedés, kellemetlen események, kísértések, a bűneink. Egyáltalán az öröm valóban mulandó. <kül> Aztán azt a kérdést is föl kell tennünk ismét Kerekes Károly atyának, és mint a többi megkérdezett önnek, hogy milyen kapcsolatban van az öröm, mondjuk például a boldogsággal. Tehát ez, ez két egymással kicserélhető fogalom. Ugyanarról beszélünk, amikor örömet mondunk, amikor boldogságot mondunk. Aki boldog, az biztos örül is, vagy aki örül, az biztos boldog is, vagy az öröm az Út a boldogsághoz? Vagy a, az öröm a boldogságból fakad és a boldogság gyümölcse? Egyáltalán örülhet aki egyébként boldogtalan ember? Vagy az, a, az az ember, aki ugye kövekező kérdés mindjárt, mi kapcsolatom az örömnek a vidámsága, aki, aki nevet és nagyon humoros és derűs ember, az biztos, hogy boldog és igazán örül. Az öröm tulajdonképpen jókedv és vidámság, valami vicces, humoros dolog, vagy pedig miközben az örömnek a szenvedéshez, a szenvedés az ellensége az örömnek? Megölje az emberben az örömet? Lehet-e az ember, aki <kül> sok szenvedésen megy keresztül, mégis boldog? Lehetnek örömei? Mi adhat tényleg örömet az embernek? Az élvezetek? szórakozás. És egyáltalán a kereszténység, mint vallás, az, az tényleg ellenség, az örömnek olyan sokszor megvádolnak bennünket ebben. Vagy a keresztény életérzés az lényegében az öröm életformája? És mi az öröm teljessége? Hogyan teljesedhet ki ez az öröm? Nos ezekkel a kérdésekkel fordulok én <coughs> Kerekes Károly atyához, aki hát, volt olyan szíves és Ö, nem hagy minket megválaszolatlanul, mert ebben a bizonyos 1984-es decemberi vigilia számban egy szép hosszú tanulmányt készített ő az öröm teológiájáról. Ugye a római levélben szerepel az a mondat, amelyet már idéztem talán korábban, és 14. fejezetben, hogy az Isten országa nem eszem hanem igazság, béke, és öröm a Szentlélekben. A másik fontos dolog pedig a, az Isten keresőnek minden a javára válik gondolattal. Filippe levélben többször is említi Pál Apostol azt, hogy örüljetek az urban szünten. Újra csak azt mondom, hogy örüljetek. Tehát azt mondtuk, hogy az Isten ország az igazság, béke és öröm a Szentlélekben, és az apostol szinte ugye erre rímel, mikor azt mondja, hogy örüljetek az Úrban szüntelen. Tehát olyan örömről van itt most szó, amelynek a forrása nem az ember saját maga. <laughs> És akkor hát itt teszük föl a kérdést, Károly atyán, kedves kerekes Károly atya, miből fakad hat az ember öröme? Mi a keresztény örömnek a forrása? <laughs> Ebben az írásban azt találjuk, bevezetőjében azt Fogalmazza meg, Károly atya, hogy amikor az örömről beszélünk, akkor szinte minden érzékszervünk megmozdul, és erre a szó, hogy öröm, valami kellemes érintettség suhan át az emberen, ragyogó színek, kellemes hangok, üdítő virágillat, valaminek kellemes, édes, gustusos íze gyűlik össze a szánkban valami finom tapintás érzet, sejmes finom anyagok, vagy cizellát műtárgyak. Ehhez aztán még az érzékszervi érintéseken kívül, tehát látás, hallás, szaglás, ízlés, tapintás skáláján kívül érdekes benső érzések, gondolatok indulnak el, mikor az ember mert a szépség, a jóság, a harmónia, a belső megélegedettség, egyensúly, béke, tehát ezek úgy mind feljönnek az emberben, amikor arról, hogy öröm. Mire is gondolok akkor, amikor az örömről van szó? Azt mondja Károly atya, hogy az érintettség az ebből fakad, hogy az ember maga is, amikor átéli az örömöt, akkor csodálatosan megváltozik. Az övendező ember megszépül. Erősebb lesz. Bölcsebb. Egészségesebb. Ö, hitelesebb. Ha rátekintünk Kerekes Károly atya képére, amit most itt adás közben is azért majd egyszer-egyszer látunk, az ő arcán az a szép vonás itt jelzi, hogy őben állandó belső derű van. Mi ennek a forrásom? Kedves Károly atya, akkor mi lehet ennek az a örömnek? A Károly atya szívében a forrása, miért olyan derűs, miért olyan örvendező, miért olyan vidám, hogy ilyen vidám zsoltárokat és dolokat ott közre. Mi lehet a titka? Mielőtt Károly, a válaszát meghallgatnánk, egy könyvet hoztam, áprilősnak egy kötete, és ebből egy verset szeretnék most ideidézni. A vers címe Útra való. A költő Áprili Lajos arról gondolkodik, hogy ha az ember elkészül menni innen már a földről, úgy az élete vége felé jár, és kezdi úti csomagját összekészíteni, hogy az Úristen elé kell állnom, vajon mit vihetek az életemből oda az Úr elé, mivel állhatok meg majd az Úr színe előtt. Ez a vers címe is, útra való akkor válogatnom kell a dolgaim közül hogy akármit nem értek oda. A vers így hangzik, talán ha nem is az egészet, de a számunkra most fontosabb részeket olvasom föl belőle. Útra való. A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait, visz magával a földről valamit. Eszmét, mert a világra ő hozott, virágot, mert ő virágoztatott. Én Istenem, én mit vigyek neked? Nem vértek én más, csak verseket. Kiválasztok pár utamra valót, a többinél tisztában dalolót. És aztán elmondja, hogy egy csomó verset összegyűjtögetett, hogy talán ezt, talán azt, ezt oda az Úristen elé, talán azt megmutatná. És miközben közeledik egyre inkább a, az örök élet kapujához, egyre inkább az Isten szín elé, kezdi érezni, hogy ez sem méltó rám, meg ez sem, ez sem való oda, ez sem, és úgy kezdi ezeket a hozott kis anyagokat, amiket ajándékból elhullottani a kezek között, és amikor, Uram, hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem, alig maradt benne valami. A választottakból csak egy maradt, az, melyben elfogtam egy sugarad. Az, amelyben elmondtam neked, hogy szeretem, drága földedet. Szólok, csak ennyit hoztam. Ó, uram, ne ítél meg nagyon szigorúan. Egy költő egy, egy életműből, a saját élete művéből azt az egyet tartja bemutathatónak, udathatónak, azt az egy verset, amiben sikerült, hogy így mondja, amiben elfogtam egy súradat, ahol, ahol, tetten értem az Istent. Hogy József Attila is azt mondja, hogy gondolban nem is hittem, de mikor egy zsákot vittem, és ráültem a zsákra, a testem akkor is ő látta, és tudom is őt most már mindenképpen, minden dolgában tetten értem, mert tetten értem az én szívembe. Az életemnek azok a pillanatai vihetők az Isten elé, az örök örömbe azok kaphatnak helyet, azok szerepelhetnek ott, ahol nyomon érhettem, rajta csiphettem, hogy ott jelen van az Isten. A gondolatomban, a lelkemben, a vágyaimban, jelen volt a cselekvésemben, a céljaim között, mindazt, amit tettem, a amiben megjelent az Isten szeretet. Mert hogy az örömnek a forrása, ezt kérdeztük Károly Atyától, hogy, hogy mi lehet, és akkor azt mondja Károly, atya, mi hívő keresztények tudjuk, idézem most azt a írását, az atya azért teremtette a világot, és minket, hogy örüljünk. A fiú azért váltott meg minket bűneinktől, hogy még jobban örülhessünk, mint bűnbeesésünk előtt. És azt is tudjuk, hogy a Szentlélek sem árat ránk más ki, másért pünköskor, hanem csak azért, hogy el nem alvó csipkebokor lángnyelveként magasztaljuk Istent, és örökre örvendjünk őbenne. Tehát az örömnek a forrása az Isten maga. A végtelenül boldog Isten, aki örömre teremtett bennünket, aki örömre teremtett újjá a megváltás által, és hogy ugye az ember valamit kapott ajándékba, annak nagyon örül. Aztán egy értékes ajándékot, mondjuk ezt az órát én elveszíteném, és ezt csak valóra ráakadnék, akkor még jobban fog nek örülni, mint eddig. Jobban meg fogom becsülni, jobban fog rá vigyázni, mert ezt már elvesztettem. És erre mondja Károly, atya, hogy, hogy igen, Isten örömre teremtett bennünket, az egész teremtés himnusz erről szól, de a megváltásban egy plusz öröm modulik, hogy ezt elveszett örömöt, amit elvesztettünk a bűnbeeséssel, visszakaptuk, visszaszereztük egy plusz öröm. Még jobban örülhessünk, mint a bűnbeesésünk előtt. Akkor ajándék volt az a édeni paradicsom állapot, de most az Isten gyermességben egy, egy felfokozott öröm van, hogy hát én így is mégis kellek az Istennek, és, és megszabadít, és örvendezem, és ez csordul túl az ember ajkán, akkor, amikor a pünkös örömben a Szentlélek e, szavakban említhető súhajtásokkal imádkozik és dicséri az Istent a szívünkben, hiszen a magasztalás lelke a Szentlélek. Nos, <laughs> ez a tiszta öröm, amiről beszél itt Kerekes Károly atya, hát ez azonban nem biztos, hogy mindenkinek egyértelműen ezt jelenti az öröm. Ő maga is ebben az írásában, említ néhány történet, ami arról szól, hogy bizony az emberek sokszor örömpótlékokkal próbálják az örömet pótolni. Így mondja, mit tegyünk, ha a világ tiszta források helyett szennyezett víztartályok a vájúhoz csődül, és terelget minket is örömöt szürcsölgetni. Nos, az az öröm nem szürcsölhető, amiről itt most mi beszélhetünk, hogy ahol tetten értem az én szívemben, ahol egy pillanatra elfogtam egy sugarát az Isten örömének, ez nem a szürcsölgethető öröm. És egy, az életéből egy megrázó kis eseményt említ, hogy egyszer találkozott valahol valamelyik falujában, ahol éppen szolgált egy családdal, egy édesanyával, a két kisgyermekével, és egy három éves kislány, meg egy két éves Duru voltak ott a anyukával, mindkettőnek, hát ő, mint jóságos lelk, a reverend a zsebébe tartott való mindig egy szem cukrot, és mindegyiknek adott egyet szem cukrot. A kislány, a nagyobbacska rám mosolva, meg is köszöni, a fiocska azonban tocosan leszekte a fejét, meséli a Károly és erre a kislány szigorúan ráformed. Te buta! Ha örülni nem tudsz, legalább löhögj! Legalább röhögj! Ö, és azt mondja a Károly, hogy, hogy megdöbbentő ettől a mondattól, hogy ugye a kisnál már volt annyira nevelt, hogy úgy illik, hogy ha kapok valamit, akkor mosolyogni kell hozzá, és meg kell köszönni, még akkor is, ha nem annyira örülök. Ezt mondja a kis hogy csak legalább röhög. A világ ennyivel el szeretné intézni az örömet. Károly, hogy azt mondja, bibliás szemmel, bibliás szívvel, az Istenből merített öröm az igazi öröm hogy az érzékeink megtisztuljanak, és fogékonyak legyünk erre az örömre, ehhez használjuk. A segítő társunkul a Bibliát mondja ő is, tanácsolja, hogy forgassuk, mert az Isten öröméről esik ott szó legtöbbször. <kül> és mindjárt aval is kezdi ő, hogy igen, mi az örömnek a forrása, nem mi, nem pusztán élmények, nem tárgyi ajándékok, nem események, hanem ki az öröm forrása. Az öröm forrása egy kapcsolat. A hit az egy kapcsolat, és a forrás öröm forrása az Istennel való kapcsolatunk. Az Isten maga az öröm forrása, mert ő maga, hogy Károly atya fogalmazza, itt mindjárt úgy idézem, a lobogó tűz. Amikor az Isten önmagáról nyilalkozik a Bibliában, úgy mutatkozik meg, mint tűz mint lobogó tűz, ugye, idézi Károly atya is, hogy Ábrám, mikor vele szövetséget köt az Isten, és ugye a ókori szokás szerint ketté vágott állatok között kell elvonulni, jelez, hogy ha megszegném a szövetséget, járjak így, mint ezek az állatok, és akkor Ábrám elvonul, és utána következik az Isten, hogy szövetség jeleként ő is elvonul, és akkor egy tűzoszlop vonul el, amely elemészti ezeket a félbevágott állat darabokat. Az Isten lobogó örömei szeretete az, amivel Ábrám szövetséget köt. Mózes az Isten lobogó tüzes örömével találkozik az égő csipkebokor szimbólumában. A pusztai vándorlás közepette, a legkeservesebb menekülés, egyiptomi szabadulás idején az Isten lobogó tüzes öröme vezeti a választott népet. Az Isten gyakran beszél így önmagáról, tűzként lubogó lánként. És azt akarja, hogy ebből az örömből mi magunk is tüzessé váljunk, és valamit visszatükrözzünk. Ő belőle kiárad ez a tüzes öröm a teremtő szeretet által. Az egész teremtés erről szól. Ugye az első, hát most lehet, hogy biblikusok kicsit most rajtam, hogy az első, amit az Isten megteremt, az a tűz, itt szó legyen világosság. És lett. Ugye a nap még nincs meg, csilog semmi sem, de a világosság, az Isten tüze az ott megjelenik. És a teremtés során, hogy az egész megvalósul, minden egyes nap végén, minden egyes lezáró teremtés szakasz végén, azt írja a Biblia szinte refrénként, hogy látta Isten, hogy jó. És a hatodik napon, amikor az ember teremtései sorra kerül, akkor akkor nem csak ennyit fogalmaz meg, hogy látta Isten, hogy jó, hanem hogy íme nagyon jó, hogy embert is teremtett, és ez a jó, a a segítségével megfejtett Héber szó alapján úgy értelmezhető, hogy, hogy örvendetes, nagyon örvendetes dolog a teremtés, nagyon örömét találja Isten az ő teremtésében és művében. Tehát örül, az egész teremtett világnak, örömét találja az emberben, hogy az ember is örömét találhassa ő benne. Tehát, ahogy hallottuk a bevezetőben, Isten országa, igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Az Atya személyében ugyanis ez az igazság, Bibliás értelmében a szentség, a, a kadós jahvé, a, az a, a, a Úr szentsége igaz volta jelenik meg, és itt most az igazságot néhány tételes tanra tessék érteni. Nem ebben az értelemben szerep az igazság szó itt, hogy valami igaz vagy nem igaz, és egy um, filozófiai levezetés igaz, egy állítás igaz. A megigazulás szó jobban hasonlít erre, tehát hogy valami tényleg az, ami nem mintha dolog, hanem a lényegét tekintve valóban az igaz dolog. Tehát az atya igazsága, ö, életszentség az ő belső valósága. A fiú személyében a, a kiengesztelődés élni, meg az, az Isten kiengesztelő szeretete a jehúsúak, a szabadítóak, aki a, aki a szakadékot áthidalja, a pontifex, aki hidatver Isten és ember között az Isten emberi mi voltával, és kereszthalálával, és föltámadásával, tehát a béke hordozója, és a Szentlélek személyében a, az öröm-örök izzása jelenik meg, és nem vértlen a pünkösdi láng, a szimbóluma ennek. Tehát Isten legsajátosabb lelkes tevékenysége, lelki tevékenys, leglelkesebb tevékenysége maga az öröm. És hogy Nehemiás profétán olvassuk, az Úr öröme a mi erőnk. A zsoltárok tele vannak buzdítással és bátorítással, hogy az Istenből merítsük ezt az örömöt. A 34. zsoltárban ezt mondja, hogy forduljatok Isten felé, és öröm tűzben ragyog az arcotok hogy mennyire az öröm forrása, tehát akik az Isten örömével, tüzével, közvetlen közelből érintkeznek, azokon ez meglátszik. Mózes arca úgy ragyog, minden egyes alkalom, amikor az Istennel való beszélgetésből visszatér a nép közé, hogy azt mondják, hogy takad el az arcodat, mert rá se bírunk nézni. Fényesebb az arca, mint a nap. Az Isten közelsége az embert is megfényesíti, tüzessé teszi. Tehát forduljatok Isten felé, az arcotokkal, lelketekkel, egész életetekkel, és örömtűzben tűzben ragyog majd az arcotok. Ha valaki nagyon szomorúnak, nagyon tehetetlenek érzi magát, szerencsétlennek az életét, sikertelennek a munkáját, fordulj az Isten felé, és meg fogod találni ezekben a pontokban, hogy hol volt jelen az Isten az életedben. Azon közben, miközben te panaszkodtál, sírtál, szenvedtél, és ebben az örömben merítsd meg az arcodat, és akkor te is tudsz örvendező lenni. Nem véletlen, hogy ennek tükrében, az Isten örök örömének a tükrében, a, a hívő ember számára a halál sem a gyász, hanem az öröm pillanata. Máté Evangélium 25. fejezetében hangzik a mondás, hogy a majd az élet végén, amikor az ember megy az elszámolásra, de ezt tulajdonképpen mindig halálára ugyanígy igaz, azt mondja az Úr, hogy jó van te derék is. Ő meg kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, urad, örömébe. Az Isten vikten hatalmas, örök élet, minden tudó, ő a világ ura, a teremtő. De mire hívja az embert? Menj be az Úr örömébe, az örömét akarja velünk megosztani. <kül> Tehát az egész életünk egy állandó út, az Isten öröme felé, és az öröm útját kell, hogy éljük és járjuk, mert belőle merítjük az örömet. Jézus is avval lép a világba, az Isten tüzéről és öröméről tesz említést, amikor azt mondja Lukács Everglum 12. fejezetének tanúsága szerint, hogy tüzet jöttem hozni a földre. És mi mást akarni, mint hogy lángoljon, hogy lobogjon bennetek is. Ő, aki aztán elmondja, hogy ő a világ világossága, azt mondja, hogy legyetek ti a világ világossága. Legyetek ti a mécs, és akit, akit, nem az asztal alá teszünk, eldújjuk, hanem ide tesszük az asztalra. Sőt, a gyertyatartóra, hogy mindenkinek világítson. A ti örömötök, a szívetek tüze az, amely hitelesíti azt, amit majd mondtok az evangéliumról. A pünkösdi tűz. Tehát, hogy a római levélben aztán ezt visszhangozza a pálapostolot, szintén érdekes mondja, a 12. fejezetben, ha már Lukács 12. fejezetében hangzik el Jézus felhívás, hogy tüzet jöttem hozni a földre, római 12. pedig azt olvassuk, hogy legyetek tüzes lelkűek, mert az úr szolgáltok. Tüzes lelkületről, örömteli életről tesz tanúságot pálapostól. És itt akkor föltesszük a másik kérdést a Károly atyának, hogy ha az öröm forrása az Úristen, Vajon mit gondol Károly arról, hogy hogyan tud az ember ebből az örömből átvenni, átmenteni minden mindennapjaiba. Ezek csak olyan rendkívüli pillanatok vagy az, vagy egyáltalán az ember egész életét betöltheti az öröm. Az öröm az út az a örök élet felé. Az öröm akkor is meg lehet az emberben amikor egyébként nehéz dolgai vannak tehát hogy is van ezt tulajdonképpen. <kül> a teremtő Istennel szövetségben álló emberről, <coughs> mint örvendező emberről tesz tanulságot Károly atya ebben az írásában, és azt mondja, <coughs> a napot, a holdat és a csillagokat azért teremtette az Isten, hogy jelek legyenek számunkra, jelezik az ünnepnapokat. Tehát a csillagok a mosolyával, ragyogásával ünnepelni hívják az embert. <coughs> és amit ünnepelünk, az hogy megköszönjük ezt a világot, a saját életünket, hogy számunkra öröm benne élni az Isten szeretetében, az Isten világában. Ő a 104. zsoltárban a, a Teremtőről azt mondja a zsoltáros, hogy a Teremtő Isten örvendezik az ő műveiben. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az Isten örömét találja, a teremtésben, de úgy is mondhatjuk, hogy az Isten örvendezése jelnik meg a művei által. Egy festő, egy költő önmagát fejezi ki a művein keresztül. Isten ezen a csodálatos remek művön keresztül, a világon keresztül a saját örömét akarja kifejezni. Az Úr öröme jelenkezik az ő műveiben, és ezért mondja a másik Zsoltára a 9. hogy örüljön az ég, és újjongjon a föld vele együtt zengjen a tenger, vigadjon a rét, az erdőfáj örüljenek az úr színelőtt, előtt, mert közeledik, és jön ő az úr. Az Isten öröme adatik meg az embernek, ha szövetséget köt az ember az Istennel, és ezt a szövetséget, az ószövetség nem is egyszerűen csak ilyen szóval, jogi kifejezéssel értelmezni, úgy, mint magát a házasságot. Az, Istennel szövetséges ember, az Istennel házas, Istennel együtt élő ember, az, aki igazán örvendezni tud. De sokszor beszél a Biblia arról, hogy az Istennel való együttlét ö, már itt a Földön, de még inkább a beteljesülésben egy nagy lakomához hasonlít, egy királyi mennyegzőhöz, ahova örvendezni hívja meg az embert az Isten. Örömre, örömből is, örömre teremtett minket az Isten. Az örvendező, boldog Isten olyan világot teremt, amiben örömét találja, és nekünk örvendezőként kell az örök örömre elvinnünk a hálaadásunkat, a mi örömeinket. 95. Zsoltár, amely minden reggeli imádság előtt az invitatóriumban, a Zsolozsmás könyvben is ott szerepel, imádságra szólító Zsoltárként hívja az embert minden nap, azt mondja, jöjjetek, újongjunk az Úr előtt, ami üdvünk és sziklák előtt. Tehát újongó örömmel, jöjjetek, újongó örömmel az Úrhoz. Az imádságunk ezt az örömet fejezze ki minden nap. De hát a Kárra, összegyűjtött egy csomó szenténási részt, amit én most nem fogok mind ide idézni, ahol arról van szó, hogy az Isten megtanítja az ő szövetségesét, az embert arra, hogy hogyan tudjon örülni a munkájának, a munkája gyümölcsének, hogyan tudjon az életnek, a szónak, a barátságnak, a közösségnek, hogy hogyan tudjon a gyülekezetnek, a templomi közösségnek is örülni. Zsoltáros 122. Zsoltárban felkiált, hogy, hogy öröm töltött el, amikor, amikor mondták nekem, hogy indulunk az úrházába, örömmel megyek az úrházába boldog a nép, amely ünnepelni tud, ezt is olvasok a Zsoltárok könyvébe. <kül> Minden nemzetnek ebből az Isten öröméből merítve kell élnie, mert csak így fog jutni az üdvösségre. Tehát az Istennel szövetséges ember maga is tűzé, fényé, örömmé változtathatja a saját és mások életét is. Ugyanakkor mégis mi amval találkozunk, hogy ha Krisztus ábrázolásokat nézünk, Jézus Krisztus arcát többnyire úgy örökítik meg a művészek, hogy az a, a, ahogy a kereszten elképzelik. Tehát, hogy a kereszten ugye nem mosolyog az Úr Jézus, hanem valószínűleg szenved. A szenvedő arc pedig nem vidám. Miközel lehet Jézusnak az örömhöz, hiszen ő, ahol a pontos hivatás tudattal van, hogy neki meg kell halnia. Amikor legragyogóbb az arca, amikor az Isten tüze és öröme Krisztus arcán átsugárzik a tábor hegyén, ahol elviszi az apostolokat, akkor ott megjelenik Mózes és Illés, és miről beszélgetnek ott, a nagy öröm kellős közepén, a reálváró szenvedésről. És ott ragyog Jézus arca. Olyannyira, hogy az apostolok el vannak tőle varázsolva. Azt mondja, hogy nem is akarunk innen lemenni a hegyről. csinálunk itt három sátor. Ebben az örömben itt, itt, akarunk mindig veled együtt lenni. De ő lemegy velük a helyről, és a helyről a lemenet már arról beszél, hogy mi vár rá Jeruzsálemben. Hogy az ő öröme itt a szenvedésben is jelen van. Ott az örvendezésben jelen van a szenvedés erről a látása, és ez nem beszél az ő örömét. Az Istenben, a atyában való örömét. Ennek legfényesebb eh, tanúbizonsága, Szent János evangéliumának a, a, két nagy, nagyon fontos idézete. Jézus a búcsú beszédében a szőlőtőről szóló példabeszéd allegóriájában azt a kijelentést teszi, hogy mindezt azért mondtam el nektek, bármiről van szó, hogy az én örömöm legyen ti bennetek. Búcsú beszéd közben hangzik ezzel, utolsó vacsorán, János így szerkeszti meg ezt a beszédet ide helyezi. Jézus a szenvedése előestéjén van, és arról beszél, hogy mindent azért mondtam, azért adtam már nektek, hogy a bennem meglévő örömöt odaadjam nektek. Sőt, a főpap imájában, amikor már nem is a tanítványoknak beszél, hanem ott az utolsó vacsora előtt, alatt, közben imádkozik az atyához ez a főpapi imádság, amelyben ő arról beszél, hogy most hozzád megyek, atyám és ezeket elmondtam a világon, elmegyek hozzád, hogy benned megdicsüljek, tudja, hogy mi vár rá, tudja, hogy szenvedés vár rá, és azt mondja, most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világon, hogy az én örömöm teljesen az övék legyen, örömük teljes legyen. Tehát ott a szenvedés közepette, ott hitelesíti ezt az örömet. Ez a szenvedés nyitja meg az öröm átadás kapuit. Így tudja átadni azt az örömet, amit ő igazán hozni akar a megváltás örömét. És nagyon rokon ebben az a gondolat, amit Pálapostól a filippiekhez írt levelében írt, és erről is beszél Károly ebben a szép értekezésében, hogy az öröm forrása a szenvedés közepette fakad föl. Azt mondja a Filippieknek ő a het második fejezetében, és nagyon-nagyon hangsúlyozottan, hogy, hogy mi magunk is tudjunk örvendezni ebben az atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a kejhet gondolatban, ott van Jézusnak az öröme, de magunk is örvendezünk szüntelen az Úrban. Benne találjuk meg az örömet. A zsidókhoz írt levél is kitér erre, ahol azt mondja az írója, tekintsünk fel a hitszerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a fölkinált földi öröm helyett a kereszthalált szenvedt el, anélkül, hogy a gyalázattal törődött volna, és most az Isten dicsőségem, Isten trónján ül. Hát erre van meghívva az ember is, hogy a szenvedése közepette is megtalálja az Isten örömét. A kipróbált hit az igazi öröm forrása is, hiteles öröm. Péter apostol azt mondja az övéinek, hogy örvendjetek, ha részt vettek Krisztus szenvedésében, hogy az ő dicsőség is megnyilvánuljon, és az ő dicsőség ekkor, amikor eljön, akkor is örvendhessetek. Tehát Krisztus szenvedésében, örüljetek, hogy részt vettek Krisztus szenvedésében. A Szent Jogapapostól, igen, eszembe jutott, Szent apostolnak a levelében olvassuk azt a mondatot, amely így hazik, hogy nagy örömnek tartsátok Testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket, és hogy ez a mondat mennyire hiteles, mennyire így van, Szent Jakab leveléből olvastuk, az apostolok cselekedetében pont azt találjuk, hogy amikor az apostolokat Pétert, Jakabot és Jánost főtanács elé viszik és megveszőzik őket, akkor utána ezt írja az apostolok cselekedete 5. fejezete, hogy ők örömmel távoztak, mert méltónak bizonyultak, hogy Jézusért szenvedjenek tehát még a szenvedés közepette is örömüket találják. Ahogy mondja szintén a korintusiakhoz írt levelében Pálapostól, minden bajom közepette túl árad bennem az öröm. Ezért biztatja a övéit, hogyha szomorkodtok is, mindig legyetek örvendezők második korintus levél hatodik fejezetében. Sőt, a kolosszai levélben azt mondja, Pál apostol, örömmel szenvedek, értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyháznak javára. Tehát lehet örömmel szenvedni. Valahogy úgy, mint a, a, gyermekért szenvedő, a gyermek szülésében szenvedő édesanyja ezt a szenvedést, a vajúdást örömmel éri át, mert új élet lép a világba. Mindezt pedig Jézus azért mondja el, hogy az örömünk teljes legyen, így hát nem véletlen az ő felkiáltása, amelyel a, a, az atyához kiállt, amikor azt mondja, hogy a téged atyám, mennek és földek istene, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak, és a kicsinekek jelentetted ki. Igen, ezt a fajta örömet csak a kicsinyek élik meg. A szűzanya, akit megérint az Isten közelsége, és magnifikádban tör ki, pedig ugye Simaon elmondta, hogy ő lelkét is hittőr járja át, keresztel János már kicsi korában, hogy a méhében felújjunk a megváltó közelettére. Ez a dicsőség és ez az öröm ott ragyog ő benne is, de mindez ott teljesedik ki, mikor az ember meghívást kap a királyi mennyegzőre, a így hangzik el a mondat, hogy boldog, akiket meghívott a bárány az ő lakomájára ez a bárány, mint egy megölve és megdicsülve az Isten örömének a jele. A jelenések könyve ezzel zárul, hogy örvendjünk, újuljunk és dicsőítsük őt, mert elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. A bárány magán viseli a fölállandozottság a szenvedés jeleit, de benne van az öröm teljessége. Ezért újongott fel a szentlekben Az Úr Jézus is ezért mondhatjuk mi is ezt, hogy Bizony boldogok lehetünk, hogyha ezt a fajta örventezést, amely nem sima, üres tréfálkozás, megtalálhatjuk az Istentől, az Isten öröméből. Köszönjük meg kedves figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!